Ha valami furcsa zenét hallatok a háttérből, akkor az azért van, mert a szomszéd üvöltve hallgatja a tévét. Feladtam a bébihajakkal való harcot, úgyhogy rendeltem néhány csini kis hajbántot a Houndenből. Akinek ez nem tetszik, azt nagyon sajnálom, egyszerűen nem tudok már mit kezdeni a bébihajaimmal, a hajbánt meg legalább lelapítja, meg szerintem tök jól néz ki, nekem legalábbis bejön. Mit gondoltok? Írjátok meg! Sziasztok! A mai videóban olyan termékekről lesz szó, amik valami miatt sajnos nem lettek a kedvenceim. Ez egy elég finom megfogalmazás volt. Mondjuk úgy, hogy nem szeretem őket. Minden ilyen videó elején elmondom, de most is elmondom. Attól, hogy valami nekem nem jött be, attól az még lehet egy jó termék. Nem vagyunk egyformák, nem egyforma a bőrünk, nem egyforma a hajunk. Különböző dolgokat szeretünk, szóval, hogyha esetleg itt van olyan termék, amit ti szerettek, akkor... éljen. De még mielőtt belevágnánk, nagyon-nagyon örülnék neki, hogyha feliratkoznátok a YouTube csatornámra, hogyha eddig még nem tettétek meg, illetve kövessetek Facebookon és Instagramon is, minden elérhetőségemet megtaláljátok a videó alatti leírásban. Igazából nem is tudom, hova kezdjem. Na jó, kezdjük ezzel. Erről már volt szó az egyik fura kozmetikumos videómban, ez a L'Oreal Elseve Extraordinary Oil. Mi is ennek a neve? Low Shampoo. Ez egy olyan termék, ami sampon, balzsam és ápoló 3-1-ben, és ennek az a lényege, hogy ez nem egy olyan hagyományos sampon, ugyanis ezt, amikor felviszed a hajadra, ez nem habzik fel. Igazából állagra és viselkedésre olyan, mint egy balzsam. Ez speciál, nagyon száraz hajra ajánlott, de nekem sajnos nem jött be, ugyanis nekem elnehezítette a hajamat. Próbálkoztam vele többször is, mindig nagyon alaposan kiöblítettem, de egyszerűen nekem elnehezítette a hajamat, és éreztem, hogy sok. Lehetséges, hogy meg kéne próbálnom a másik verziót, mert ebből 3 fajta kapható, hogyha jól emlékszem, és lehet, hogy csak ez a fajta nem működik az én hajamon, és egy másik beválna, de sajnos ez nekem nem jött be. Van itt 2 testápolási termék is, az egyik az a Balea Milk and Coconut Wolfülbad. Hát mondanám rá, hogy habfürdő, de pont ez a problémám vele, hogy ez nem habfürdő, ugyanis beleöntöttem körülbelül a fél flakonnal a fürdővizembe, de egyáltalán nem lett habos a vizem. Lehet, hogy egyébként ez nem is habfürdő. A flakonon nincsen semmilyen magyar felirat, mert ez egy ilyen 3-as szetben volt benne, és valószínűleg a dobozon volt rajta, hogy ez pontosan mi. Szóval lehet, hogy ez nem is habfürdő, de hát azért mégiscsak kéne, hogy valami hab képződjön, ha ezt belöntöm a fürdővízbe. Egyébként úgy kellemes illata van, de hát én azt gondoltam, hogy ez egy habfürdő, de ez nem az. A következő termék az a Fa Fresh and Dry Green Tea Scent dezodor. Én nagyon szeretem egyébként a fa dezodorokat, én általában dezodort használok izzadásgátlásra, pont amiatt, mert nem szeretem azt a nedves érzést, amit például a golyós dezodorok hagynak maguk után. Ezzel viszont pont az volt a bajom, hogy amikor felfújtam, először ilyen nedves érzés volt a hónaljamban, majd pedig jó néhány percig éreztem, hogy ott van egy ilyen réteg, amit így odafújtam, és ez valahogy annyira diszkomfort érzetet adott nekem, amiatt nem lett a kedvencem, pedig egyébként amúgy a fa dezodorokat szeretem, de ez nem jött be. A következő termék az a Nivea Ápoló artisztító Kendő 3-1-ben száraz és érzékeny bőrre, de igazából ezt behelyettesíthetném bármilyen ilyen zacskós kiszerelésű artisztító kendővel. Hát én nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én még nem találtam olyat, amit szeretnék. Mindegyikkel úgy járok, hogy nem tudom normálisan visszacsukni, és kiszárad az egész. Most ebben itt van még gyakorlatilag szerintem több mint a fele, és száraz. Na, látjátok? Szóval, hogy kinyílik az zacskó, és nagyon hamar kiszáradnak a benne lévő kendők. A tisztító hatásától sem vagyok elájulva, én jobban szeretem micellás vízzel lemosni a sminkemet. Szóval nekem ez nem jött be, de eddig még gyakorlatilag semmilyen ilyen zacskós arctisztító kendő nem jött be. Ha nektek van valami tuti tippetek, amit nagyon szerettek, és jó akár érzékeny bőrre is, akkor kérlek írjátok meg kommentben, mert eddig mindig ráfáztam ezekkel. A következő termékkel igazából ilyen se veled, se nélküled, szeret-nem szeret kapcsolatban vagyok. Ez az elf ajakradír, és erről már szerintem írtam a blogon, meg talán beszéltem is korábbi videóban, hogy én ezt nagyon-nagyon szeretem egészen addig, amíg a legfelső réteg meg nem keményedik a tetején, és gyakorlatilag használhatatlan lenne. Hát nyilván nem az, mert olyankor azt szoktam csinálni, hogy lekaparom azt a felső megkeményedett réteget a tetején, de hogy azért ez így elég macera, meg őszintén szólva pazarlás is, hiszen így a termék egy részét gyakorlatilag lekaparom és megy ki a kukába, viszont ha meg nem kaparom le, akkor nem tudom tovább használni, mert ott annyira megkeményedik, hogy már konkrétan fája, hogy így karcolom vele az ajkaimat. Egyébként ez egy nagyon jó kis ajakradír, de emiatt a tulajdonsága miatt viszont nem szeretem, szóval mondom, szeretem is, meg nem is, de beleraktam ebbe a videóba. Ezt a kettőt azért mutatom így egyszerre, mert hogy ezeket ugyanannál a sminkelésnél próbáltam ki, és hát... Az egyik az a Physicians Formula Primer, ez az argánolajos, kókuszvizes primer, ez kétfázisú, tehát össze kell rázni használat előtt, sminkelés elején használtam, és konkrétan, amikor ráfújtam a bőrömre, elkezdtem fuldokolni, mert olyan büdös, és most tényleg nem túlzok, kész, ez dráma, tényleg dráma, mert annyira büdös, hogy én egyszerűen nem hittem el. Nagyon-nagyon erős szaga van, nem tudom megmondani, hogy milyen, kicsit talán ilyen alkohol, vagy nem is tudom, mert szerintem nincsen benne alkohol, meg sem néztem igazából, mert mikor magamra fújtam és éreztem a szagát, olyan dühös lettem rá, nem bírtam elviselni a szagát, és ugye ezt a sminkelés első lépéseként használtam, utána felvittem alapozót, púdert, pirosítót, mindent, és még egy óra múlva is éreztem a szagát, szóval, hogy én ezt ki fogom dobni a kukába. Tehát, hogy én ezt nem adom oda senkinek, mert én nem akarok rosszat senkinek. Tényleg nagyon büdös. Nem tudom, ez büdös. Kész. Ugyanakkor, amikor ezt a Physicians Formula Primert használtam a sminkelés elején, a sminkelés végén ezt a Trend It Up Expert fixáló sprayt akartam használni, vagyis hát használtam is. Na most ezzel az a probléma, hogy megpróbálom megmutatni nektek, hogy nagyon vékony sugárban vagy csíkban jön ki belőle az arcpermet, és nézzétek meg, hogy csak egyet fújtam, de hogy így konkrétan csorog a kezemen. És ahogy így ráfújtam az arcomra, így folyt le. És aztán megpróbáltam úgy is, hogy messzebbről, de nem igazán volt jó sehogy, szóval ez nekem nagyon-nagyon nem jött be. Ha már sminketnél tartunk, ezt is mutattam már nektek az előző fura kozmetikumos videóban, ez az Alverde Jelly Pudding Lip Gloss a 20-as Nude Candy árnyalatban. Ezzel igazából több gondom is van, egyrészt ez a kis kemény, tényleg elég kemény szivacsos bogyó itt a tetején, amivel én csak így tologattam jobbra-balra ezt a szájfényt, pedig egyébként tök szép színe lenne, de az ajkakon egyszerűen alig jött át valami ebből, mert csak így tologattam arrébb a szájfényt, valamit elnyelt belőle a szivacs, csak egy ilyen nagyon enyhe fény látszódott az ajkaimon, olyan volt, mintha semmi nem lett volna rajta, úgyhogy nekem ez fasz. Másik pedig szintén egy ajagtermék, ez a Trend It Up Matte Lip Powder a 0,10-es árnyalatban. Ebből is próbáltam már egyet az egyik fura kozmetikumos videóban, de az egy sötétebb szín volt, és az egészen jól nézett ki. Viszont ez a 0,10-es árnyalat, ez annyira nagyon világos, itt azért látszódik, de egyrészt nagyon sokat kell felvinni belőle, és hiába tunkoltam így bele a kupakba, egyszerűen nem látszódott rendesen az ajkaimon, és mivel ugye ez egy ilyen ajakpor tulajdonképpen, és mat hatású, így ez a világos szín, ez nagyon csúnyán kiemelte így a kis ajakráncokat, meg a szárazabb részeket. Ez a szín igazából az, ami szerintem nem jó, ez a 0,10-es árnyalat, legalábbis az én ajkaimon. Az én számon nagyon-nagyon csúnyán mutatott, úgyhogy... Nope. Van itt még két szemrevaló termék is, ezeket az előző újdonságos videóban mutattam. Az egyik az a Catrice Instant Glam szemhéjpúder paletta, aminek az az érdekessége, hogy van hozzá egy ilyen kis háromszög vagy fordított szívecske alakú szivacsos applikátor, és láthatjátok, hogy dupla színek vannak, és ezt úgy kell használni, vagy hát úgy kellene használni, hogy ezt a szivacsos kis ecsetet végighúzzátok így itt, mindegyik színből fel kéne, hogy vegyen megfelelő mennyiséget, hát ez nem tudom, nekem nem igazán jön össze, szóval nekem már ez itt eleve hibázik, és akkor ezzel a kis applikátorral elvileg úgy lehet felvinni ezt a két szint a szemére, hogy ugye a sötétebb van valahol a mélyítő vonal környékén, a világosabb meg itt lentebb, de nekem ez az egész koncepció, ez teljes tévút, mert hogy nem mindenkinek ugyanakkor a méretű a szemhéja, meg hát Tehát, hogy lehetne, nem is értem ezt. Ez működik valakinél egyébként így ebben a formában ezzel a kis applikátorral? Mert én egyszerűen nem tudom elképzelni. Maguk a szemhéjpúderek egyébként nem rosszak, de nem olyan túlzottan pigmentáltak. Én azt mondom, hogy inkább vegyetek monoszemhéjpúdereket a Catrice-től, mert azok általában tényleg nagyon jó minőségűek és nagyon jól pigmentáltak. A következő palettán nagyon sokat agyaltam, hogy beletegyem ebbe a videóba, vagy ne, de végül itt van. Ez a Physicians Formula Shimmer Strips Extreme Shimmer 6-os szemfesték paletta. Nagyon akartam szeretni ezt a kis palettát, olyannyira, hogy még a mostani sminkemhez is ezt használtam, de azt hiszem ez volt a végső pont, amikor eldöntöttem, hogy sajnos bele kell tennem ebbe a videóba, mert hiába használom nedves ecsettel, egyszerűen akkor is potyog a szemem alá, száraz ecsettel szerintem esélytelen használni, mert hogy annyira laza textúrájúak ezek a szemfestékek benne, hogy a száraz ecset egyszerűen nem tudja megfelelően koncentráltan felvinni, pedig egyébként nagyon szépen csillog, tehát láthatjátok, hogy gyönyörű a sminkem, de szerintem látszódik, hogy le vannak ilyen kis csillámok potyogva a szemem alá, meg igazából rájöttem, hogy én nem szeretem az ennyire csillámos szemfestékeket. Ami már ennyire csillámos, az nekem sok, meg általában macerás is, mert ha nem is azonnal sminkeléskor hullik le, akkor pár óra múlva, szóval sorry, de ez nekem nem jött be. És a végére két körömre való termék maradt. Az egyik az az Isadora Quick Dry Nail Spray, ami elvileg egy körömlak szárító spray, de nem az, mert hogy nem szárítja meg a körömlakot. Én nem tudom, hogy ennek mennyi idő kellene az, hogy megszárítsa a lapkot. Vártam vele sokat, rengeteget ráfújtam a körmömre, de az a lényeg, hogy nem működik, és ráadásul 3000 forint, szóval még drága is. Inkább vegyétek meg a Seswit gyorsszárító körömlakot, mert az viszont isteni, ez viszont sajnos nem az. És az utolsó dolog, amiről beszélni szeretnék, az a Trend It Up Color Stop Fluid, ennek az a neve, hogy kontúrgél. Ennek igazából az a lényege, hogy segít megakadályozni a lakkozási hibákat, vigye fel a köröm vonalában a körömbőrre, hagyja kissé megszáradni, majd fesse be a körmeit a megszokott módon, hagyja megszáradni a körömlapot, majd a védőréteget egyszerűen húzza le. Na most az utolsó két szó itt a kulcs, a húzza le, mert hogy én egyszerűen nem tudtam lehúzni. Lehet, hogy vastagabban kellett volna felkennem, és akkor könnyebb lett volna lehúzni, de hogy így konkrétan így kapirgáltam le ezt a megszáradt, gumiszerű izét, és szerintem még két nap után is volt a körmöm körül ebből, mert hogy vízzel sem jött le, most vagy én használtam rosszul, tényleg lehet, hogy többet kellett volna felkennem, na de hát akkor ez is egy lakkozásra elég, vagy mi? Na mindegy, az a lényeg, hogy ez sem jött be. Ennyi lett volna ez a mai videó, remélem, hogy tetszett nektek és hasznosnak találtátok. Hogyha esetleg van ezek között olyasmi, ami nektek sem vált be, vagy van bármilyen olyan termék, amitől óva intenétek a többieket, akkor azt is írjátok meg kommentben, segítsük egymást ilyen hasznos tippekkel. Köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok, legyen szép napotok, sziasztok!